Szerda délután 3 tanórán vehettek részt azok a pedagógusok, akik az István Király Általános Iskolába érkeztek Pécsről és Egerből, hogy közösen átbeszéljék és kielemezzék az élménysuli program innovatív oktatási módszereit. A szakmai napon résztvevő tanárok történelem, matematika és képességfejlesztő táblajáték órán vehettek részt. A komplex alapprogram célja az élményközpontú oktatás fejlesztése, illetve megismertetése. Ennek a programnak a feladata a módszerek megismerésén kívül az iskolákkal való kapcsolattartás azon intézményekkel, akik a képzést elvégezték, és úgymond szakmai támogatást nyújtottunk ezeknek az intézményeknek, és a képzés után is tartjuk velük a kapcsolatot. Vannak olyan intézmények, akik a komplex alapprogramot igen magas szinten művelik, ez a jelen intézmény is, ahol vagyunk, ezen intézmények közé tartozik. Az István Király Általános Iskola számára nagyon fontos, hogy minél több programban részt vegyen, ami elősegíti a gyermekeket a hatékonyabb és korszerű tanulásban, hangsúlyozta az iskola igazgatója. Az iskolánk 2020-ban, illetve 2021-ben csatlakozott ehhez a programhoz, és valamennyi kollégánk elvégezte a komplex instrukciós programon túl az alapprogramos képzéseket. Mögöttem a falon lehet látni ezekből a kis mozaikokból azokat az elemeket, amelyek részei ennek a programnak. Itt élmény tanulni, vagy tanulni élmény, és ebből az élmény pedagógiából merítkezik ez a program. A tanórák után a szakmai nap lezárásaként a pedagógusok egy műhely foglalkozáson vehettek részt, ahol az élménysuli programmal kapcsolatos pozitív, illetve negatív tapasztalataikat, benyomásaikat osztották meg egymással a programban résztvevő tanárok.